beszélgessünk. Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok. Régen találkoztam olyan őszinte és alázatos vendégszeretettel, mint a csantavéri származású Hernyák családnál. Laci első pillanattól a barátjaként kezelt, és nem csak a saját birtokát és családját, hanem a környezetét és szomszédjait is bemutatta nekem. Azt mondja, hogy ez azért fontos, mert az őt körülvevő ízek, mosolyok és őszinte kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen jó ízűek a borai. Szóval beültünk az autójába, és kirándultunk egyet Etyeken. Ezután Laci megbeszélte Tomi fiával az aznapi teendőket, megtárgyalták, hogy ekrű vagy bézs színű legyen-e az újonnan készülő asztalok színe, megrolleresztettük Indigo névre hallgató kutyáját, feldaraboltunk egy csokoládét, amelynek tölteléke hernyákborból készült, felbontottunk egy fehér, majd egy vörös bort, és beszélgettünk egy jót. Tartsanak velünk! Szeretettel üdvözlöm Hernyák Lacit a műsoromban. Azt olvastam, meg az, amikor beszélgettem így több borásszal, azt mondták, hogy olyan bort kezdtek el csinálni, amilyet ők szeretnek. Az volt az első, amit kiválasztottak. Így volt ez a te esetedben is, hogy olyan bort ezt kezdtél el készíteni, ami a te kedvenced. Hát örömborászatokban ez így van. Nagyon nagy pincészetekben ott a piac diktál. Mm-hmm.
mi is egy ilyen kis örömborászat vagyunk, és hát először, mivel én közgazdász vagyok, nem igazán tudtam, hogy hogyan kell bort készíteni. Láttam itt az egyiki borászokat, hogy hogyan nyúlnak a szőlőhöz, a borhoz. Volt egy elméleti tudásom. Jött a 97-es év, amikor ezt ki kellett próbálni, és olyanra sikeredett, amilyet én szeretek. 97-es év, tehát te 33 éves voltál, amikor átjöttetek Magyarországra, a délszláv háború idején. Igazából ez egy, hát egy menekülési útvonal, egy újrakezdés volt, egy Opel Kadettel, ha jól tudom, annak az árából jöttetek át, és igazából a semmibe. Tehát ki kellett találnod, hogy hogyan kezdjed újra az életed. Átjöttünk az anyaországba 2 hétre megpihenni, most ebből 28 év lett, és egy teljesen újrakezdés. Itt újra kellett definiálnod magad, a barátaid újak, a környezeted új, minden új, úgyhogy volt is, van is néha, még ma is zavar a kis fejembe, hogy most csantavéré vagy egyeki. Tényleg? Igen. És van olyan, hogy feleségemnek mondom, azt mondja, ez nem a csantavéri Feri, ez az egyeki Pista. Igen. Mert hasonlítanak egymásra, és akkor néha így összekeverem őket, igen. Igen, itt egy teljes új életet kellett kezdeni, nem volt könnyű, ma már örülünk, hogy itt vagyunk az Öreghegyen. Most mielőtt elkezdtük a beszélgetést, körbevezettél itt egyeken, megmutattad az új hegyet, a régi pincéteket, megmutattad azt az első pincét, amivel elkezdtétek igazából az egész borászatot. Az még mikor volt? Hanyas évben? 93-ban jöttünk egyekre, és akkor még romos pincéket találtunk, és ezeket a romos pincéket vásároltuk meg, szinte apró pénzért. Az első pincénket 15 ezer forintért, másodikat 45 ezerért, 135 ezerért, és aztán nőtt egyek, ismertebb lett, jó borok születtek, és hát ezeket a pincéket sikerült később nagyon nagy összegekért értékesíteni, és ebből született meg nekünk Öreghegy, most ahol ülünk. Na jó, van, most már itt vagyunk az Öreghegyen, igen, de honnan jött ez, hogy te egyáltalán a borászathoz nyúltál, a borok felé? Mert tudom, hogy nem borral indult. 93-ban, amikor egyekre jöttünk, pálinka főzés volt a téma. Tehát nem is gondoltam volna, hogy én merészelek valamikor bort készíteni. Pálinka készítés Vajdaságból ugye hobbiként működött, és arra gondoltunk, hogy eljövünk egyekre, elkérjük a borászatoktól a törkölyt, amit úgyis kidobnak, ebből főzünk finom pálinkát, eladjuk, és hát lesz kenyérre pénzünk. De nem csak kenyérre lett, hanem lett pincére is pénzünk. De egyszerű volt, ugye, ahogy említettem, akkoriban 50 liter pálinkáért lehetett egy pincét venni, hisz egyeken akkor még a pincéknek nem volt nagy értéke. Hát meg gondolom azért volt a te fejedben a pálinka főzés, mert ugye Vajdaságban annak van nagy hagyománya, és szerintem azt is érezted, hogy itt nincsenek annyira jó pálinkák. Hát két dolog. Egy, mint közgazdász gondolkodtam, azt láttam, hogy értékeket dobnak ki mai napig sajnos, és ebből nem kell valamit készíteni, valamit teremteni. A másik pedig, hogy tényleg a boltokban nem láttam nagyon jó brandit, nagyon jó törkölypálinkát, és hát ez a két vonal vezérelt. Hát meg, ha jól tudom, megalapoztad a magyarországi brandi kultúrának az alapjait. Ezek nagyon nagy szavak, de írták már rólam azt is, hogy elárultam ebben a szakmában, hisz nem nagyon követnek, mert nem nagyon mernek, és sőt, abba is hagyták egyes nagy cégek, mint a Cvalka Lánchíd brandi készítését, ami egy hagyomány volt, de örömmel látom, hogy tavaly ismét elkezdte, tehát azért ismét mozdul valami, úgyhogy 20 év, 20 év nem olyan nagy idő, ez alatt történt is valami, meg nem is. Persze léptünk nagyokat, nekem ez egy nagy lépés volt, hogy egy törkölypálinkámban van egy Michelin csillagos étteremben, vagy többen is, és keresik is, kijönnek Budapestről, vagy ha megkóstolja egy külföldi, egy svéd, ami a napokban történt az étteremben, akkor kiutazott taxival, hogy megvegye a készletemet, ami itt volt. Akkor Japánba is jutott már ebből a pálinkából a tavalyi év végén, ami volt törkölypálinkán palackozva, az mint Japánba utazott ki, úgyhogy ezek ilyen szép történetek. De aztán ugye jött egy új törvény, és akkor neked abba kellett hagynod a pálinkázást, és inkább akkor megint egy újrakezdés kezdődött az életedben, akkor fordultál a borok felé, és csak két hordóval kezdtél.
Ez így igaz. 90-es évek közepén a nyakkendős barátaim olyan törvényeket hoztak, hogy abba kellett hagyni a pálinkafőzést, és akkor maradt egy pár hordónk, és úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy hát próbálkozzunk, csináljunk bort, készítsünk bort. És tényleg a 90-es év volt az, amikor elkezdtük a borkészítés két hordóval, prés helyett egy tésztaszűrővel, hiszen volt présünk, és a konyhából kellett a tésztaszűrőt hozni, és azzal préseltük ki. De hát annyira jó sikeredett, hogy képzeld el, 98-ba, ugye a szívem délvidékre húzott, és lementünk a Szegedi Borfesztiválra, és 43 pince közül a miénk volt a legszebb bor. És akkor mi is meglepődtünk, a zsűri is meglepődött, a közönség is meglepődött, mindenki meglepődött, és hát ez magasra tettük magunknak a lécet, és attól az évtől tulajdonképpen jegyezzük azt, hogy bort is készítettünk. Akkor még nem tudtuk, hogy miért volt olyan jó a bor, most már tudjuk, hogy nagyon jó évjárat volt, a 95-es év, kíméletesen préseltünk, hisz hogy préselnél egy tésztaszűrőn keresztül, kis hordókat használtunk, nem tudott fölmelegedni a must túlzottan, és nagyon szép gyümölcsös Sauvignon Blanc sikerült készíteni, úgyhogy tehát azóta már úgy kezdjük ismerni egymást a Sauvignon Blanc-nal, akkor még közgazdász aggyal gondolkodva azt gondoltam, hogy 2-3 év és mindent tudok a borról, most elmúlt azóta 25 év, 20x év, és hát közelítünk egymáshoz. Azt mondod, hogy tietek volt a legszebb bor Szegeden, és ezt így többször hallom, hogy mondják, hogy a legszebb bor, és nekem ez olyan furcsa a fülemnek, hogy miért mondják egy borra, hogy szép? Hát azért mondják a borra, mint egy helyes hölgyre is, hogy szép. Ebben benne van a termete, a mosolya, a haja színe, a mindene egy nőnél. Egy bornál benne van a teste, az illata, az extraktartalom, a salva, minden. Tehát az is egy ilyen komplex valami a bor. Hát meg nálatok benne van az is, hogy tényleg nagyon igényesen és szép környezetben kínáljátok ezeket a borokat, meg gondolom, hogy Szegeden is nem csak úgy véletlenül válogattátok össze, hogy nézett ki a standotok, hanem nagyon igényesen, tehát megkülönböztetően szép egyedi stílusotok van, ami vendégnek nagyon kedves, és jó itt lenni. Mi így élünk, tehát ahol most is vagyunk, tulajdonképpen ez volt a lakásunk. X évnek ezelőtt, ott volt a konyhánk, az ebédlő, stb. És mi azt kínáljuk, és azt tálaljuk egy vendégnek, azt mutatjuk be, hogy mi hogy élünk, és mi egy igazi vendégfogadást csinálunk, tehát szószoros értelemben. Tehát mi örülünk egy vendégnek, örülünk, ha az is jó érzi magát, és ha ide küldi a barátainkat. Tulajdonképpen egy ilyen marketingünk volt, 20 év alatt így ismertek meg bennünket. Nekünk nem volt pénzünk arra, hogy fizessünk az újságba, hogy ciripeljünk a tévében. Most a kutyám morog itt mellettünk, igen, úgyhogy nem mi vagyunk azok. Ő egy francia bulldog, akit a címkén is látsz, és egy ikonikus figura itt a birtokon, és hát megjelent most, igen. Úgyhogy szóval marketing az nekünk a szájról-szájról terjedő történet volt. Meg nekem az nagyon szimpatikus, hogy például most is, amikor megérkeztem, ugye az volt a második kérdésem, hogy ti ezt mind egyedül, hát ez egy óriási hely, óriási birtok, és saját kezetekkel fölkeltek hajnalban, meccitek fagyban a szőlőt, traktorra ültök, 9-ig befejezitek a permetezést, de közben megérkezik fiad, akivel együtt csináljátok. Nekem ez a legszebb a dologban, hogy most, hogy láttam élesben ez, hogy működik, hogy leültök, és megbeszélitek a napi teendőket Hernyák Tamással, a fiaddal. Így van. Hát nekem ez egy nagyon szép történet, mint apának, és egy birtokalapítónak, hogy a családdal együtt tudok dolgozni. Jelen pillanatban a munka 90%-át a család végzi, és ez összhangban. Tulajdonképpen reggeli kávé mellett megbeszéljük az egész heti programot, az aznapi programot, kikinek segít. Ma már vagyunk akkorák, hogy be kell osztani azért, hogy ki felelős a szőlőért, ki a borért, ki a pezsgőért, ki a pálinkákért, ki a vendégfogadásért, és így sorolhatnám még az apró kis részleteket. Mindegyik egy-egy egész embert kíván. Én azt gondolom, hogy mi egy kicsit többet dolgozunk az átlagnál, de napokban voltam lent Vajdaságban egy konferencián, és ott hallottam, hogy azt mondta az egyik, ezt meg lehet csinálni, de dolgozni kell. Mi Vajdaságban ezt tanultuk meg.
kemény munka, és az meghozza gyümölcsét. Meglátom, ezt tanítottad a fiadnak is. Igen, erre büszke vagyok, hogy ez lassan, nem lassan, hanem szépen átment, átült a kis fejébe, a kis gondolataiba, és néha most már ő húz engem, nem én őt. Úgyhogy ez egy nagy dolog. 97-ben, amikor neked megszületett az első palacborod, ő 12 éves volt. Tehát még fiatal gyerek, de azt mondtad, hogy egyszer sem erősködtél, hogy ő borász legyen. És talán pont ez a lazaság, pont ez a szabadság vitte arra, hogy tovább vigye ő is ezt a szakmát. Hát igen, azt megtanultuk, ezt a szó, hogy szabadság az egyik legértékesebb a világon, és ezt a szabadságot adtuk meg neki fiatalon, hogy sportoljon, csajozzon, tanuljon és éljen szabadon, és majd választ egyszer valamit. És amikor elvégezte középiskolát, akkor odaállt elém, és azt mondta, hogy apám, én ezt szeretném csinálni, amit te csináltál. Nem mondta, nem részletezte, hogy a bort, a pálinkát, hogy ezt így egészében, hát megkapta a csomagot, jó, nehéz csomag, úgyhogy ezt érzés néha a vállán, úgyhogy, de büszke vagyok rá, hogy ezt csinálja. Meg hát most is folyamatosan itt építkeztek, tehát itt munkálatok zajlanak, az előbb bemutattál az asztalosotoknak, van egy gyönyörű szép téli kert, tehát én ezt csak egy téli kertnek hívom, de ez egy fűvészkert igazából, és ugye borvacsorákat is szerveztek, van egy kis bor éttermetek is működik, ami most még a Manga nevet viseli, de, ha jól tudom, ezt is szeretnétek bővíteni, fejleszteni, átgondolni. Hát olyannyira fejlesztük, hogy eddig 3 asztalos volt, és most kérdezték a barátom, és most hány asztal, meg minden, meg sok asztal lesz, nem mondtam, most már csak 1 asztal lesz. Tehát viszont az azt jelenti, hogy egy nagyon nagy asztal lesz, és köré lehet ülni az, aki betér hozzánk, az mindig köré ülhet, és ott ebédelhet a többivel, és folyamatosan érkeznek az ételek, és folyamatosan lehet kóstolni, és a fiammal ketten tervezzük ezt csinálni. Persze biztos lesz, aki magas sarkúba érkezik, és azt mondja, hogy jaj, én ide nem fogok leülni a többi közé, de hát pont mi ezt akarjuk bemutatni, hogy lehet közösségben is jó érezni magát, és borozni, és jót érni, és hogy ismerjék meg a barátaink egymást, akik hozzánk járnak, és egy szép dolog. De viszont mindig lesz egy kis asztal, biztos a vajdasági diákoknak, akiknek ott rezerválva lesz, és ő nekik az egyetemisták, akik itt vannak Budapesten, jöhetnek hozzánk, és leülhetnek, ha más nem, akkor egy jó kacsazsíros lepényt fognak kapni. Úgyhogy. Sőt, olyan értelemben a fiaddal csináljátok ezt, hogy nem csak, hogy szervezkedtek, hanem ti főztök is. Tehát most a hallgatók ne azt képzeljék el, hogy itt szakácsok vannak körülöttünk, hanem ti vagytok, akik a leszervezitek a borvacsorákat, feleséget fogadja a hívásokat, elkészítitek, fogadjátok őket, beszélgettek velük, és amit mondtál, és nekem nagyon tetszik, hogy foglalkoztok a vendéggel, tehát jól érzik itt magukat ettől. Hát így tértek vissza a vendégek, a barát, így váltak baráttá esetleg. Nagyon sok kedves barátunk van, így mindenféle rétegből. Tehát itt mindenféle oldalról mi így nőtünk fel, és így szeretnénk tovább élni itt a birtokon. Tudtok ti itt pihenni? Sokszor az pihenne, hogyha itt barátainkkal borozunk, vagy akár itt együtt ebédelünk. Na jó, de Tomi az előbb mondta, hogy hát édesapámék is most már elköltöztek Herceghalomra, mert itt egyeként nem lehet pihenni, sok a meló. Hát igen, ezért dolgoztunk. Amikor még egyekre jöttünk, akkor még tulajdonképpen megmosolyogtak bennünket, mikor ide följöttünk lakni az Öreghegyre, hogy lesz itt, aki meglátogat benneteket. Na most ehhez képest ma már pizsamába itt nem lehet reggel kimenni, mert a kis kínai vagy a kis japán turista, mint ahogy az előbb láttad, akkor jön és kopogtat, és akkor megkérdezi, hogy miért vagy pizsamába. Úgyhogy persze, itt már nem a pihenésről szól, ez egy kicsit a munkáról szól, de egyben feltöltődés is. Tudod, hogy van olyan ember, aki ennél beszélgetsz, és nem lesz ilyen, nem egy vámpír, hanem föltöltődsz. És hozzánk nagyon sok ilyen jó barát jár, akitől tényleg föltöltődünk, és alig várjuk, hogy mi már jöjjenek, és itt legyenek, és itt borozzunk, meg együtt beszélgessünk. Pár napja volt egy jótékonysági est a Fonó Budai Zeneházban, és megkóstoltattál velem egy nagyon jó száraz perskőt, és mondtad, hogy kóstoljam meg, mert ez nagyon friss. És azt is mesélted, hogy azt látod, és úgy gondolod, hogy egyeknek most ez egy kiugrási lehetősége, a pezsgőgyártás, viszont nagyon lassú. Tehát ez egy lassan érlelődő folyamat, ha jól tudom, 2 év kell hozzá, hogy beérjen egy pezsgő, csak 2 év maga a beérés.
Igen, most csináljuk az ecseki pezsgő eredetvédelmét, és itt nagyon fontos minden mezőgazdasági terméknek meglegyen az eredetvédelme, hisz attól lesz hiteles. Tehát az azt jelenti, hogy a meccéstől egész a kóstolásig leírjuk, hogy ez hogy történjenek azok a pontok, és mi 2 évben határoztuk meg egy pezsgőnek az élelési fokát. De van nekünk már 10-es évjáratú pezsgőnk, és amivel most jövünk ki majd tavasszal piacra, és hát az, hogy beérjen, ahhoz 10-20 év is kell majd, hogy az egész tudatosuljon a magyar fogyasztó számára, vagy akár egy külföldi számára, hogyha Magyarországra jön, akkor édesbort szeretne, akkor Tokajba megy, hogyha pezsgőt szeretne, akkor viszont jöjjön ecsekre. Ennek nagyon komoly hagyományai vannak, hisz valamikor Vajdaságból indult Törlei, Franciaországban majd visszajött Magyarországra is, ecseket találta meg, ahol hasonló talaj van, mint Champagne-ban, és innen vitt az alapbor. Tehát ő már ezt megalapozta 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, 900-as évek elején, igen, nagyon sok pezsgőt készített, és nagyon népszerű volt, és egyeknek a hagyományokhoz kell mindig visszanyúlni, és mi, mint csantavériek, mint vajdaságiak, ezt a hagyományt szeretnénk most ápolni tovább. Akkor most szilveszterkor már a saját pezsgőtökkel kocintatok. Mi már 6-7 éve saját pezsgőnkkel kocintunk, csak még a közönség részére nem elérhető, de jövő évtől már a nagy közönség is meg tudja kóstolni a pezsgőjeinket, és éttermeknek is tudunk szállítani. Ugye, fiad most 30-valahány éves lehet, tehát van azért egy nagyon nagy korkülönbség, tehát van egy generációváltás. Vannak ebből nehézségeitek? Tanulsz-e tőle te valamit? Generációváltás egy hatalmas dolog egy családi vállalkozásban. Főleg a mezőgazdasági vállalkozásoknak. Ha nincs második generáció, akkor nincs jövője. Akkor nem szabad belekezdeni se, ha nincs ebbe bizalmat, hogy lesz egy generációváltás. Mi ketten beszélgetve a fiammal azt határoztunk, hogy ez kb. 15 év. Most mi felénél tartunk, és szép lassan majd át fog venni mindent, és én egyre többet járok majd horgászni, meg majd pihenni, ő pedig egyre többet dolgozik, azért mondom, hogy elég komoly csomagot kapott ő a hátára, vagy a vállára, és hát ez cipeli jelen pillanatban. Úgyhogy... De látom örömmel, mert csillog a szeme. Örömmel csillog a szeme, vannak tervei, ami nagyon fontos, tehát egy embernek mindig legyen víziója, jövőképe, hisz az visz előre bennünket. Úgyhogy sajnos vagy nem sajnos, néha mondja, hogy nekem túl sok még mindig a vízióm meg a jövőképem, de hát ez tart fiatalon, és ez éltet bennünket, őnek is nagyon sok a jövőképe, nagyon sokat tervez, nagyon sokat tervezünk közösen, hisz most már közösen kell tervezni, és a generációváltás az nehézségekkel is jár. Akinek családi vállalkozása van, az tudja, hogy mennyi gyötrelem van egy ilyen történetben. Aki ezt nem vallja be, az hazudik. Külön konferenciákat lehetne erre szervezni, és külön beszélgetéseket, hogy hogyan megy végbe egy generációváltás apa és fia között. De ez egy gyönyörű dolog, ha megcsináltad. Ettől szebb nincs. Idő kell hozzá. Mindig ezt mondod, hogy idő, türelem, és nem csak a generációváltáshoz, a jó borhoz, a jó munkához, és ezt mondod, hogy ezt tanítod mindig Tominak is. Tominak is, és a mentorátjaimnak is ezt próbálom átadni, hogy mindenhez türelem kell. Tehát kapkodni nem szabad, és ne játsszuk el a tücsök szerepét, inkább a hangyák legyünk, úgyhogy ahogy majd a kis éttermünket is fogják hívni. Tücsök és hangya lesz a neve, ha minden igaz. Tücsök és hangya lesz a neve, igen, legyen egy tükör a világnak. Nagyon tetszik nekem az, Laci, itt, hogy próbálsz nagyon, nem, hogy próbálsz, egyedi termékekkel veszed magad körül. Például az előbb besétáltunk az éppen most épülő borkóstoló helyre, és észrevettem, ott van egy Szagmeister Laura kép, és nekem nagyon szimpatikus, hogy attól függetlenül, hogy már itt élsz Magyarországon, vagy nagyon régóta, ha sokszor hazajársz, mentorátjaid vannak, most is mész csütörtökön, és foglalkozol az otthoniakkal, az otthoni fiatal vállalkozókkal, és elhozott vajdaságot is ide egy kicsit, nem csak a barátokkal, hanem képek, festmények, tárgyak formájában. Igen, akár Laura képei, vagy Horváth Zoli lámpái, vagy egyéb dolgok, de ha észrevetted, bárhol megállunk, azért tudják, hogy én vajdasági vagyok, és innen is viszem a barátaimat vajdaságba, és ez egy gyönyörű hely, amit még szebbé lehet majd tenni. Úgyhogy.
Ez így igaz, ugyanis most, amikor jöttünk ide a birtokra, megálltunk egy nagyon aranyos kis cukrászdában, a kis villában, és bemutatott egy párnak ott Laci, ahogy mondta Laci, hogy én vajdasági vagyok, rögtön mosollyal fogadtak, és mondták, hogy jaj, hát ők nagyon szeretik a vajdaságiakat, itt milyen jó híre van a vajdaságiaknak, úgyhogy nekünk ezt nagyon jó tudni, hogy Laci itt nagyon jó menedzsmentet nyom vajdaságnak. Igen, hát nagyon fontos, sohasem szabad elfeledni, hogy honnan jöttél, hol vannak a gyökereid. Nagyon szívesen járok Vajdaságba, és azt gondolom, hogy múlnak az évek, egyre többet fog majd lejárni délvidékre. Lejárt az időnk, a műsoridőnk. Befejezzük most itt a borozást, és lassan a beszélgetést is. Köszönöm szépen, hogy a vendéged lehettem. Én nagyon szeretném, hogy minél több vajdasági eljusson ide, mert itt öröm itt lenni, és sok sikert kívánok nem csak a borokhoz, most a pezsgőhöz is, és egy sikeres jó új 2009-es évet kívánok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és vendégem voltál. Szemeimhez beszél a homlokomhoz.
egyenesen a szívemhez, te nekem is kérdezik.